Sokan kaptak keveset, kevesen kaptak sokat. Ebben összegezhető Ángyál József mai Népszabadságban ismertetett jelentése. A Fidesz politikusa ma 60. születésnapján három megyében július közepéig kiosztott 18.300 hektárból 12.280-at vett górcső alá. Szerint a nagybirtokos 25 érdekeltsége a pályázati földek összértékének majdnem 82%-át kapta meg. A professzor azt írja, hogy a helyben lakó gazdák csak azért jutottak földhöz, hogy javítsák a statisztikát. A minisztériumból jövő hét elejére ígértek interjút, eközben a rendőrség és az ügyészség is nyomoz a feltételezett visszaélések ügyében. Elveszítjük a vidéket. Amiről tavasszal beszélt Ángyál József, azt most alaposabban kivizsgálta. A Baranya, Borsod és Fejér megyében kiosztott területek több mint felét ellenőrizve arra jutott, a 100 hektáron felüli földeket kézben tartó 25 érdekeltség 48 pályázója minden ötödik pályázatot megnyerte. Ők kapták a pályázati földek összértékének majdnem 82%-át. Ahogy a grafika mutatja, csak minden negyedik esetben volt elég a győzelemhez a helyben lakás. A probléma egyébként már március végén ismert volt. A 10 és 50 hektár között meghirdetett egy pályázott tárgyát képező területnek az átlaga 26,4 hektár. A Nemzeti Földalap elnöke ezzel válaszolt az ellentmondásokra a parlamenti albizottságban. Arra például, hogy a képviselők szerint már a kiírásnál a nagybirtokosokat részesítették előnyben. A megvalósult bérleti szerződések alapján. Ángyál most is azt írja, amivel akkor érvelt, a kisbirtokosok csak átlagjavítók, nem valódi győztesek, hiszen nem rendelkeznek összefüggő nagy területekkel. Akkor a miniszteri biztos csak a hangadó vesztesek panaszaival magyarázta a gyanús esetekről szóló híreket. Ez olyan, mintha mondjuk az olimpián, ami most például az olimpiai bajnokról nem beszélne senki, csak arról, hogy hányan maradtak le. A tavasszal a bizottság előtt érvelő Szabó Csaba jövő hétre ígért híradónknak interjút. Ángyál Józseftől is jelentése sorsáról érdeklődtünk, ám adásunkig kérdéseinkre nem válaszolt. A tömegével vannak lejárt pályázatok, ahol nincs eredményhirdetés, látjuk Kabán, Csornánól már előre vetíti megint a botrányt a történet. Naponta keresik meg Gőgő Zoltánt a helyben lakók, mert nem ismerhetik meg, milyen szempontok alapján vesztettek. Az MSZP-s képviselő és az ellenőrző albizottság más tagjai a Földalap elnökétől azt a választ kapták. A bírálókat erről azért nem hallgathatják meg, mert nem lehet politikai nyomásnak kitenni köztisztviselőket. Gőgös emiatt vizsgálóbizottságot kezdeményezett, ám a többség a napirendre vételt 9 napja nem szavazta meg az Alkotmányügyi Bizottságban. A Kelet-Magyarországon hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentésre pedig a Nemzeti Nyomozóiroda a Békési Földügyben azt válaszolta, a földalapnál dolgozó bírálók nem hivatalos személyek, ezért nem történt ilyen bűncselekmény. A hivatali visszaélést azt valószínű nem a megyei szintű LFA-s dolgozóknál lehet tetten érni, hanem azoknál, akik őket arra utasították, hogy mondjuk teljesen nyilvánvalóan egyértelmű pályázatokat írjanak át, vagy ne pályázatot, hanem bírálatokat írjanak át. Ott ugyanis ez volt a feljelentés tárgya, hogy hát ilyen elejtett szavakból lehetett arra következtetni, hogy ott olyan szintű beavatkozás volt, ahol megmondták, hogy kit kell győztesnek kihozni. Az állami földet bérlő földalapú támogatást vehet fel az Uniótól, amelyet szigorúan ellenőriznek. A szakértő szerint csak a termelés szándékával éri meg pályázni. Ez hektáronként átlagosan kb. 60 ezer forint, ez sok mindentől függ, de nagyságrendjében ennyi. Viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egy olyan 30-35 ezer forint a bérleti díj, és kultúrállapotba kell tartani a földet, azt gondolom, hogy önmagában a támogatásokért nem éri meg. A Borsod megyei földek kapcsán a hatóságok még tovább vizsgálódnak. Ebben tanúként tegnap Ángyál Józsefet is meghallgatták. Az LMP az ügyészséghez fordult visszaélés gyanújával, az eljárás még ebben az ügyben is tart.